Sziasztok! A mai videóban egy nagyon-nagyon izgalmas dologgal érkeztem el hozzátok, megnézzük, hogy milyen lenne a Minecraft akkor, hogyha többféle botot lehetne elkészíteni a játékon belül és ezek nem csak sima botok, hanem OP fegyverek is lesznek egyben, úgyhogy mindenféleképpen megéri velem tartani. Hogyha még nem tetted volna meg, akkor mindenféleképpen iratkozz fel, ugyanis közel vagyunk az 50 ezer feliratkozóhoz, amit innen is nagyon szépen köszönök mindenkinek, illetve a videó végén dobj egy lájkot is, és hogyha még nem lennének tőlem termékeid, akkor Store a leírás első sorában megtalálod a linket a webshophoz, nézz körül. Ez most kivételesen nem egy datapack, hanem egy plugin lesz, de egyébként funkcióit tekintve kb. ugyanarról van szó, csak hát ezt szerverekre lehet berakni, és hát ugye mi is lesz az alapja mindennek? A bot. Ugye a bot az mire jó? Arra, hogy az eszközeinket meg tudjuk vele csinálni, létrát, kaput vagy kerítést, most ezt nem tudom pontosan, hogy melyiket lehet vele megcsinálni, mert mindig keverem a receptet, nem is szaporítom tovább a szót. Kezdjük el ezeknek az OP stickeknek az elkészítését. Itt is van a legelső, ami a stanovent névre hallgat. Ez a bot pontosan arra jó, hogy jött ez a zombi, nyomtam bele egy jobb és megállt. Nem tud minket támadni egy jó néhány másodpercig, utána persze egyébként meg fog indulni, de egy pár másodpercig így le tudjuk fagyasztani a zombit, aztán, hogyha úgy van kedvünk, akkor megint csak megállítjuk, és akkor így egy picikét azért egyszerűbbőt megölni. A következőhöz egy kicsit komolyabb dologra van szükség, mégpedig Nether Star-ra. Hogyha ezt a Nether star ilyen módon hozzáadjuk a bothoz, akkor mint ahogy látjátok, itt van egy ilyen, hogy Kill Vent avagy gyilkoló pálca, lehívtam egy malacot, jobb klik és meghal. Ez konkrétan erre jó, például itt ez a creeper, a lábára rányomom ezt a jobb klikket, és már is meghalt. Mert néha a hitboxot nem veszi be, hogyha a fejre nyomod, de hogyha lábra, akkor mindenféleképpen fog működni, úgyhogy ezt azért figyelembe kell venni az ilyen nagyobb moboknál. Például itt az Enderman, rányomtam a lábára és ő is megpusztult egyből. Nem csak Enderman, hanem nézzük akkor, hogy mi az a másik endörös mob, amit ugye le lehet hívni? Hát az Ender Dragon. Így van, egyetlen jobb őt is meg tudtuk ölni. Úgyhogy ez a leges legópébb pálca eddig, így a játékon belül. És még csak a másodiknál tartunk, srácok. Természetesen TNT nem maradhat ki a mai videóból sem. Itt is van az Explosive Vend. Nyilván sok mindent nem kell erről tudni. Jobb klikkelünk, és folyamatosan hatalmas nagy pusztítást tudunk előidézni a játékban. Tehát úgyhogy Igazából több ilyen TNT felrobbanjon, Tényleg nyomon folyamatos jobb kliket, mint ahogy látjátok, és pusztul el folyamatosan a világ. És nem is nehéz elkészíteni, és soha nem fog elkopni. Úgyhogy. Ó. Oh, és soha nem nyomjatok jobb kliket a ládátokra. Ez a tanulság a mai videónak. A következőhöz már két dolog is kell. Egyrészt egy i, és nyilak. Vagy hát igazából csak egy nyil, az ide fölülre megy, ide megy középre az i, és látjátok, hogy kapunk egy ilyen elég érdekes kinézetű botot, ami az Eurovent névre hallgat. Ez annyit tud, hogy ha jobb akkor mint ahogy látjátok, a levegőből konkrétan egy ilyen nyílzápor leesik. Tehát ahova nyomsz egy jobb mondjuk így a, így a földön, vagy bármi, mondjuk ott egy moba fa helyén, szépen megnyomod a jobb és elég egyszerűen igazából szerintem meg fog halni. Így is van, elpusztul szegény. A következő az a knockback vend lesz, amihez aranyakra van szükség, ilyen arany rudakra, szépen ezt berakjuk középre, ezt körberakjuk, és itt is van. Egy full egyszerű, átszínezett botocska egyébként, viszont annál inkább hasznos. Itt egy macska, jobb klik, és hátra repül. De itt van egy creeper, és ő is hátra fog repülni. Fold lehet bőven kapni, tehát ö, például az a bari, szerintem így is van, már meg is halt a fold image által, de nyilván ez is mondanom se kell, hogy bármelyik mobon működik. A következő nem lesz más, mint a teleportálós pálca. Ender Pearl, egy stick, és már is kész van a teleport vend, ami tényleg nagyon egyszerűen működik. Nyomsz egy jobb klikket, és random elteleportál téged, amerre nézel. Tehát, hogy erről sincsen túlzattan sok dolog, amit tudni kell. Teleportálgatsz tényleg úgy, ahogy szeretnél, és amennyit akarsz, mert ez is ö, végtelen mennyiségben tud teleportálni. Tehát ezek a vendek nem fognak soha az életbe elkapni. Például most oda teleportálok, és látjátok, hogy sikerült is. Nyilván ennek azért van egy ilyen maximum distance hogy úgy mondjam. Például most még ide el tudtam teleportálni, de mondjuk megpróbálok oda visszamenni arra a rétre, és sikerült. Biztos, hogy van maximum ilyen távolság, amit lehet teleportálni, de amit így be tudok mérni, például oda jobb klikkelek, akkor oda tudok jönni. Ez az egyik legjobb ilyen ö, pálca, ilyen teleportálós cucc, úgymond, amit, amit eddig a kezembe fogtam. Eddig mindig az volt, hogy csak random dobálgatott, ez meg tényleg konkrétan arra a blokkra dob, ahova ilyen lézerszerűen, ahova nézek. Úgyhogy ez respect és plusz pont ennek a datapacknek. Jöjjön a Levitate vent, avagy a lebegésnek a botja. Itt is van, olyan mintha egyébként hó lenne rajta, vagy én nem is tudom. Itt is van a bárány, jobb klik, és igen, ahogy látjátok elkezdett szegényke felemelkedni. Igaz, hogy elég lassan, de is be, tudja, hogy meg fog pusztulni, ha csak nem a fára esik amúgy. És igen, meg is halt, mint ahogy látjátok, nem bírta a kiképzést, ahogy például ez a creeper sem feltétlenül fogja majd bírni. Esik le. Ó, oh, túlélte. Akkor majd most. Igen. A következő egy nagyon-nagyon furcsa crafting recept lesz, ellenben elég OP, főleg, hogyha ilyen erdőben vagyunk. Figyeljétek, az összes létező ilyen logot, vagy ilyen fatörzset ki kell venni, és ezekkel kell elkezdeni, vagy elkészíteni a crafting receptet. És nem csak logokat kell készíteni, hanem a nedörös fát is, itt vannak ezek a stemek is, és hogyha ezeket konkrétan bekraftoljuk, így, ide rakjuk a sticket, akkor látjátok, hogy kapunk egy ilyen vendet, itt amúgy bárhogy fel lehet cserélni a crafting receptet, tehát nem feltétlenül úgy kell berakni, ahogy itt a videóban látjátok, teljesen mindegy, hogy hogy van. Csak az a lényeg, hogy az összes létező fából legyen egy. És itt van a wood vent. Ez nagyon-nagyon izgalmas srácok, hogyha ide nyomunk a fűre, akkor látjátok, hogy lerakott egy random saplinget. Nem is ez a lényeges része, ez csak egy ilyen kis érdekesség, meg amúgy valamilyen szinten hasznos is lehet, de nem, nem ez a lényeg ennek. Hanem, hogyha nyomunk egy jobb klikket egy fára, akkor kiszedi konkrétan az egészet. Tehát nekünk igazából semmi dolgunk nincsen az adott fával, hanem tényleg például levelekre rányomunk, és ami így össze van kötve, brutálmód gyorsan kiszedi. Tehát látjátok, nyomtam a jobb klikket, és a fél erdő eltűnt. A leveleket, a fákat, mindent kiszedez a cucc, és nagyon-nagyon OP ilyen erdős területeken. Most is egy jobb klik, figyeljétek, mi fog történni hát konkrétan tényleg eltűnt minden. A következő a Firewind lesz, ami ez egy lávás vödör kell, így né. Itt is van a Firewind. Ez mondjuk OP lett volna, hogyha animálva van a tűz, de az már kicsit több meló lett volna, szerintem. Nyilván mit tud csinálni? Nagyon egyszerű kitalálni. Tűzgolyókat lő ki magából. Tehát ennyi. Olyan, mintha mi lennénk amúgy a, a gáztok, vagy valami. Folyamat nyomod a jobb klikket, akkor folyamat tűzgolyókat fogsz kilőni magadból, vagyis hát inkább a pálcából. Ez szerintem nem annyira OP. Mert ennél sokkal jobb az Explosive Vent, vagy mondjuk a Kill Vent is. Nem akadályoznak meg benne, Itt van, én megmutattam, lehet ilyet, de annyira én nem javaslom. Ja, és egyébként megkapod a vödröt. Tehát a, a lávát ugye felhasználja a pálcához, de a vödör az visszakerül hozzád, még vasat sem pazarolsz el. És jön az utolsó bot, amihez egy Golden Applere van szükség. Itt is van a Healing Vent, ami nagyon cukin néz ki. Leugrok, és vissza tudja tölteni a HP-mat gyorsan le töröm itt a szíveimet, és vissza tudom adni a jobb klikkel. Ennyiről szól ez az egész. Nyilván, hogyha támadnak, és aközben nyomod a jobb klikket, úgysem fogsz meghalni. Itt vannak a skeletonok, nyomom a jobb klikket folyamatosan, és hiába lőnek engem, mindig vissza tudom tölteni a HP-mat. Srácok, ezzel búcsúznék tőletek, remélem, hogy tetszett a mai videó, hogyha így van, jelezzétek egy lájkot, iratkozzatok fel, hogyha még nem vagytok a csatornámon, találkozunk legközelebb, lejtek jók, sziasztok!